Üdvözlöm Önöket, szép jó napot kívánok. Meglepődtek? Nem kellene. Ugyanis mert zárva vannak az óvodák, a héten többször is rám volt bízva a fiam. De ezzel gondolom nem csak én vagyok így, ugyanis szerdán 74 gyerek vendég volt a televízióban, akiket nyilván nem tudtak máshol elhelyezni. De láttam gyerekeket hivatalokban, üzemekben is, amint kedvesen gépeltek a mama írógépén, vagy ültek a papa mellett a teherautó vezetőfülkében. Szóval együtt él a család munka közben is. Vannak ennek persze előnyei is, de talán észrevették, nem mindig zavartalan a munka mellettük. Ha tehát valami zavar támadna az elkövetkezendő 15 percben, azért előre is elnézést kérünk. Most pedig az időjárás. Az időjárás, amiről azt kell tudni, hogy vasárnap száraz, többnyire napos időre számíthatunk, mérsékelt változó irányú szél várható, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 fok között körülalakul. Ami viszont most következik, nem véletlen. Ugyanis nem csak a gyerek szokott zavarogni munka közben, hanem azoknak a munkáknak a gondolata is, házi munkáknak a gondolata, amik ránk várnak munka után. Hiszen nem mindenki dolgozik rugalmas munkaidőben, így a bevásárlás a hétvégére maradt. Szombat van, ilyenkor már kipottyunk mindenből. Vásárnapunk kellett volna, tegnap nagyon szép volt minden. Betem karajzben nincs, tarja nincs, most veszünk valami felvágott félét. Önnek, mint vásárolnak, kényelmesebb lenne, hogyha szombaton meg tudná venni azt, ami a hétben? Kényelmesebb lenne, biztos, hát dolgozunk egész nap. Úgyhogy nem mindegy. Keresünk egy jó közértet, meg egy kevésbé jót, esetleg egy rosszat. Tud nekünk segíteni? Közepes, mindegyik közepes. Hát a jó közért tulajdonképpen a Gyöngyösi sétányon van. Nagyon sokan vannak, mert nincs a környéken üzlet. Csak a Szegedi úton, meg itt a Gyöngyösi úton. Én a Fáj utcában járok. Fáj messze utcába. Van, én nem nagyon ismerem a négy megálló. De általában lehet itt szombaton húst kapni? Itt lehet. Itt lehet ebbe. De föl kell onnan jönni a világ végére. Hát ennyit a szombatról. Van egy rendelet, amelynek értelmében az M7-esen idegenforgalmi idényben tilos a javítás, az építkezés. Most az M1-esről lesz szó, csak azoknak mondom, akik szám szerint esetleg nem tudják azonosítani az utakat, ez a Bécs-Budapest útvonal. Miért nyáron építették meg ezt a terelőutat, akkor, amikor ide jönnek a külföldiek, akkor, amikor kezdődik a Forma 1-es verseny, és nagyon sok idegen látogat hazánkba? Ez az építkezés, amit a hátunk mögött is látszik, ez a Biatorbágy-Herceghalom szakasz az M1 autópályának, és ütemezett építésről van szó. A tervezett átadás ez év októberében lesz, ehhez ezeket a munkálatokat most hatékonyan el kell végezni. Akik pedig arra járnak, keringenek egy kicsit legfőjebb. A hétvége külföldi híreit hallják Bernát Györgytől. Ronald Reagan magánlevélben válaszolt azokra a leszerelési javaslatokra, amelyeket Mihail Gorbacsov tett még az idén júniusban. Ezt jelentette be a Fehérház írásos közleménye. Az elnök szóvivője ehhez még hozzátette, hogy a levélben Reagan kifejti, hajlandó esetleg néhány évre elhalasztani az űrfegyverkezési program végrehajtását, de abban nem megy bele, hogy csökkentse vagy végképp lemondja. Ronald Reagan egyébként pénteken maga is kijelentette, hogy az űrfegyverkezést nem tekinti alkut tárgyának, és megismételte, hogy a program az amerikai felfogás szerint védelmi természetű. A Gorbacsovnak írt válaszlevelében Reagan állítólag elkötelezte magát arra is, hogy erőfeszítéseket tesz a támadó nukleáris fegyverek korlátozására. Más részleteket a Fehérház nem közölt, arra hivatkozva, hogy a párbeszéd bizalmas jellegű. Az amerikai alelnök George Bush 10 napos közel-keleti útra indult. Először Jeruzsálemben találkozik, majd Simon Peresszel. Az izraeli kormányfő tájékoztatja őt arról a tárgyalásról, amelyet a héten folytatott második Hassan marokkói uralkodóval. Ezeken a képeken pedig már az izraeli-marokkói tárgyalás első következményét is látjuk. A Peres és Hassan találkozójának hírén felbőszült beiruti síiták elfoglalták és fél óra alatt feldúlták Marokkó libanoni nagykövetségét. Elnézést a rossz szóvicért, kő követségen nem maradt. És most két halálhír. Életének 95. évében elhunyt Everell Harriman, a század egyik legkiemelkedőbb amerikai közéleti személyisége. Volt nagykövet Londonban és Moszkvában, részt vett a II. Világháború idején az antifasiszta koalíció tárgyalásain Teheránban és Jaltában,
később ott volt Potsdamban is. Volt New York kormányzója, kereskedelmi miniszter, és 23 évvel ezelőtt ő képviselte az Egyesült Államokat a moszkvai atomcsend egyezmény aláírásakor. 83 éves korában elhunyt Vincente Minnelli, akit a családi viszonyokban jártas nézők talán úgy ismernek, hogy ő volt Judy Garland férje, és még inkább úgy tartották számon, mint Liza Minnelli édesapját. A rendező Minnelli azonban elsősorban 30 filmjéről, számos Oscar-díjáról volt ismert a filmvilágban. Az Egy király Párizsban és a Nap szerelmesét a hazai közönség is láthatta. Film után film. 3 évvel ezelőtt forgattak egy filmet hatalmas csinnadrattával Pilisboros jelön. Több hónapos szervező munka után nagy-nagy pénzért adták el persze a jegyeket. Kiderült, hogy a zenekar, amelyiket meghirdették, nem tud jönni. Jött egy másik, ez már sokaknak nem tetszett. Azután többen megkérdőjelezték azt is, hogy miért kell fizetni a nézőknek a belépőért. Az volt a címe ennek a filmnek, Fenevad. Amikor ugyebár a film felvételeinél a nézők statisztaként szerepelnek. Hát most ismét felvétel lesz a Népstadionban, világhírű együttest hirdettek meg, a Quint, meg is érkezett, holnap este Quint koncert, mi pedig 70 ezeren nagy pénzért, van, aki 1500-ért vette feketén a jegyet, ismét statisztálunk majd. Jó szórakozást! Mindenkor a Freddy Mikko kifut ide. Akkor az lesz a 17-es, amely úgyis tartalékban van, ahogy leszállt a helikopter. 17 kamera a Népstadionban, film készül a Queen együttes koncertjéről. Világrekord ez a 17 kamera? Őszintén nem tudom, de hogy Magyarországon az, az valószínű, mert a filmgyár összes kameráját elhoztuk. Drága produkció lesz ez, hogyha már ekkora a felhajtás, a neki készülődés? Magyar részről nem, mert fele annyiba kerül, mint egy játékfilm, egy legolcsóbb magyar játékfilm. Ez egy vállalkozás, amiben benne van a Mokkép, a Mafilm és a Filmgyár. Kiszámolták, hogy ez Magyarországon csak magyar forgalmazással is nyereséges vállalkozás lehet. És miután a világpiacon nekünk marad a szocialista ország plusz Kína, ezek már mind, ha itt el tudjuk adni a filmeket, akkor ezek már plusz nyereségek. Hogy tudnak a magyar operatőrök, a magyar filmesek versenyre kelni azzal a technikával, ami azért itt nincs meg Magyarországon? Hát tulajdonképpen a technikából egy valami hiányzik rettenetesen. Van egy kamera, amit Skycam-nek hívnak. Az azt tudja produkálni, hogy a stadion legtávolabbi pontjáról elindul egy nagyon vékony drótkötélen, és berohan egészen a színpadig, és ott akár egy közelítést tud csinálni az énekesről, vagy bármelyik zenekari tagról. Utána visszarohan újba a stadion legtávolabbi pontjára, közben változtatni tudja a gépállását. Hát ez, ami elérhetetlen, anyagilag elérhetetlen. Én csak egy dologtól félek, az időjárástól. Egyébként igyekeztünk felkészülni. Itt az esti hírlap holnaptól szép napos szárazban. Én is olvastam állandóan, csak az időjárás jelentést nézem. Ezekben a percekben is tart Pesten a motoros világtalálkozó záró felvonulása. Sztármálkák grasszának a pesti utcán, mi meg csak csodálkozunk, ha egy-egy mutatosabb Davidson vagy BMW odáll a maga 2000 köbcentiével egy Simpson vagy egy MC mellé. Innen sokat nem lehet látni. Mióta áll itt? Reggel 8 óra óta. Mennyit fizetne azért, hogy bemehessen a parkolóba megnézni a motorokat? 100-150 forint. Kezét csókolom, jó napot kívánok. Úgy látom, ön nem túlzottan érdeklik a motorok. De igen, csak már kicsit fáradt vagyok. Mivel hogy holnapra van kiírva a szülészetre, 9. hónapnak a végén jár, de azért a motorok érdeklik őt is. Ezt mondja maga? Igen. Van egyébként motorjuk? Nekem van egy 350-es Tetkám, de hát abban nem jövök ide. Mi az álma, mi a kedvenc ezek közül? Honda Goldwing, 1002-es. Hát, hogyha már motor legyen az. Lehet, hogy nem hiszik el, amit mondok, de szeretem a finom házias ételeket. Amióta elköltöztünk a Ferencvárosi régi házból, azóta nem tudunk eltenni a nagymama receptje szerint semmit, mert egészen egyszerűen megbudjon. Ezért tetszik nagyon egy újdonság. Az őstermelőktől, magántermelőktől vásároljuk meg a termékeket, saját receptúrájuk alapján készítik és nevük alatt jelenik meg a termék. Nem jelenti ez azt, hogy valamiféle teljesen szórt minőséggel találkozunk, hiszen magánházaknál mindenki úgy csinálja, ahogy akarja.
Ez igaz, de az alapminőséget előírtuk, a kermivel állítottuk össze a szabványt. Akkor viszont már nem saját a recept? Teljesen saját, mert az ízesítés az teljesen egyéni üvegenként, illetőleg a termelőként változik. Magyarországon a zöldséggyümölcs 60%-a magánkertekben terem. Ebből mennyit akarnak az asztalra tenni? Hát ebben az évben egészen biztos, hogy 1 millió üveget az asztalra teszünk. Jövőre többszörösét tervezzük, hogyha a vállalkozási kedv és a fogyasztási kedv is megmarad. Úgy gondoljuk, hogy a termelőnek a legjobb az, hogyha a gyümölcsöt megtermeli, magánál tartva a termelés további fázisát, otthon megtermeli a konzervet is. Így a család munkáját a készítményben lehet ismerni. Mennyivel lesznek drágábbak ezek a konzervek, mint az átlag konzervárak? A savanyúságoknál körülbelül egy 4-5%-kal, a befőtteknél pedig 6-7%-kal. Ez azért van, mert egyrészt a manufakturális munkát meg kell fizetni, másrészt pedig az ízesítésben természetes anyagokat használunk, például nem eszenciákat, tehát a fűszerek úgy kerülnek be természetesen a készítményekbe. Van, aki újságot olvas, van, aki könyvet. Akad, aki hirdetést böngészget az utcán. Nekem az az ötletem támadt, olvassuk ki, mégiscsak itt van a gyerek, szóval, hogy olvassuk ki a, finomabban nem tudom mondani, a ciciket. Váci utcán, tömegestől, a feliratok. Newspaper, annyit tesz, újság, ananász, kappa, Honda, egy-egy ismeretlen név. Aztán van itt fellengzős is, olyan, mint ez az építőipari szolgáltató vállalat. Touch me azt jelenti, tapints meg, és úgy látszik, a hölgy csak egy kéményseprővel találkozott ma. Follow me, azaz kövessen, mondja egy másik lány, és az emberben az az érzés támad, hogy nem is sejtik szívünk választottjai, hogy mit közölnek a keblükön. Ez egy márka név. De minek a neve? Nem, ezt nem tudom. Hát ez, azt mondták, hogy ez egy márka név, mint az Adidas. Olyan. Tudja, hogy van Amerikában egy rakétarendszer, aminek ez a neve? Nem. Meglettem? Meg. Lehet, ez nem is igaz? Nem tudom. Csak be akartam csapni? Biztos. Hadd olvassam ki egy pillanatra. Mit írnak itt? Bobby. Mi ez? Nem tudom, mit jelent. Tetszik? Ajaj, főleg a hölgy. Nem, jó. Kiolvashatom a keblét. Az van rajta, hogy anytime. Tudja, mit jelent? Valamilyen idő, nem? Minden időben. Most mit gondol, mit lehet minden időben? Fordani. Fordani? Na most, ha én képrejtvényt fejtenék, akkor alatta egy csókos szájat látok, de többre nem merek vállalkozni, mert itt áll ön mellett az úr. Nem baj? Kezi csókolom, elnézést, kiolvashatom? De ha megengedi, akkor se tud. Igen, ezt akartam mondani. Mit jelent, tudja? Fogalmam sincs arra. De mégis milyen írásjelek lehetnek? Mit tudom én, lehet, hogy japánok van számba, de az is lehet, hogy kínai. És mi van, ha valami olyan kis ravasz dolgot írnak oda, hogy ráérek ma este? Hát ha... És ezt valaki megérti, mondjuk a Pészabóval találkozik. Akkor így csinálok. Kérem szépen, 17 óra, 15 perc, 7 másodperc. Köszönjük a figyelmüket, elbúcsúzunk, összepakolunk és szépen elbúcsúzunk. Eddig tartott a délutáni, a szombat délutáni híradó. Legközelebb jövő szombaton találkozunk. Azt se hagy...